Az elmúlt hetekben volt szerencsém több nagy interjút is készíteni Hossuth Andreával, közgazdásszal, aki Nagy-Britanniában él. Mind a két nagy interjú rendkívül népszerűvé vált a YouTube csatornákon, az egyik a Fekete Rita csatornán, a másik pedig a Hit Rádió csatornán lett publikálva. Úgy döntöttünk a kollégákkal, hogy mivel ezek viszonylag hosszú interjúk, most egy negyedórás válogatást teszünk közzé Hossuth Andre a legmagvasabb gondolataiból, ezt hallhatják a következő percekben. Ön mely ilyen területeket nevezné meg így első körben, amelyeket fontos állomásnak tart, vagy lépcsőfoknak ebben a folyamatban? Igen, hát a Great Reset, a világrendváltás, az most már folyik egy ideje. Azt hiszem, csak most vette észre az a kritikus tömeg, aminek a következtében most már mindenütt beszélünk róla. Minden országban egyébként, tehát az emberek kezdik ezt észrevenni. És a világrendváltásnak, hogy egészen a filozófiai gyökerekig menjek vissza nagyon röviden, valóban pénzügyi okai vannak, mint majdnem mindig mindennek, de ugyanakkor vannak azt hiszem emberi okai is. Tehát pénzügyi okai vannak egész egyszerűen azért, mert van egy uralkodó gazdasági politikai osztály, egy uralkodó osztály, ez a globális uralkodó osztály, amelyik szeretné megtartani a saját kivételezett helyzetét. Az elszegényedés miatt lehetnének úgymond forradalmak vagy felkelések, mert láttunk már ilyet a történelemben. Olyan. Mivel lehet mégis ezt elkerülni a hatalomnak, vagy azoknak, akiknek ez nem érdeke? Hát kétféleképpen lehetne elkerülni. Az egyik módja az, ami az uralkodó osztálynak nem érdeke, hogy változtasson a gazdaság szerkezeten és a gazdaság működésén úgy, hogy az elszegényedett rétegek is megfelelő életmódot tudjanak folytatni. Tehát úgy becsüljék meg a munkájukat, hogy megkeressék azt a pénzt, amiből tisztességesen, emberhez méltó módon meg lehet élni, és egy családot fel lehet nevelni. Na most ezt nem akarják, már csak azért sem akarják, mert megint ugye gazdaságfilozófia, ha csak a nyelvet követjük, hogy azelőtt voltak munkaügyi kérdések, igaz? És munkaügyi minisztériumok, és volt munkaerő. Most már nem munkaerő van, ugye, hanem emberi erőforrás. Most ezt azért mondom, és human resources, ugye ebből fordítottuk magyarra, mert a termelésben vannak tőketényezők, és vannak erőforrás tényezők. Ugye a tőke az egy alapja a kapitalista termelésnek, az emberi erőforrás az pedig az élő tényező. De ugyanazon a szinten kezeljük mind a kettőt. Csak itt pénztőkéről van szó, itt emberi tőkéről van szó, és minél olcsóbban jutunk hozzá az emberi tőkéhez, az emberi munkaerőhöz, annál nagyobb lesz a haszonrés, tehát a részvényesek annál nagyobb hasznot tudnak elkönyvelni maguknak. És ez nagyon bejött az elmúlt évtizedekben, hiszen minden rendelkezés és minden törvényi fejlemény ezt a célt szolgálta, hiszen nézzük meg, hogy hogyan alakultak a jövedelem viszonyok az elmúlt évtizedekben. A tőketulajdonosok hatványozottan megtöbbszörözték a jövedelmüket, és ebből következően a vagyonukat, míg a bérből, fizetésből élők jövedelme stagnált. Jóformán nem nőtt az elmúlt évtizedekben. Tehát az olló a kettő között az nagyon kinyílt. Na most nyilván ezen nem akarnak változtatni, de hogyha nagyon sok ember van, és ezért jön, hogy túlnépesedik a föld, ha nagyon sok ember van, és ennek a nagyon sok embernek jelentős része nem tud tisztességesen megélni a munkájából, vagy nem jut neki munka, akkor várhatók azok a társadalmi zavargások, amiket szeretnének elkerülni. De ez történik, és ennek a nagy újraindításnak sok eleme van. Tulajdonképpen látjuk az elemeket a napi életünkben, a napi politikai történésekben. Ha valaki, nem tudom, hogy lefordították-e magyarra Klaus Schwab könyvét, ami 2020-ban jelent meg, amikor a COVID járvány kitört, és az a címe, hogy COVID-19,
ugye COVID-19, ugye a nagy újraindítás, innen jön maga ez az elnevezés, amit azért nem vidám olvasmány, és én sem jókedvemből olvastam el, csak azért, mert kíváncsi voltam rá, hogy mégis mit ír le, és ott ő leírja pontosan, hogy itt az egész emberiség gondolkodását kell megváltoztatni, és egészen más paraméterek mellett kell az életet felépíteni. A gazdaságot, a környezethez való viszonyt, az emberi kapcsolatokat, a mezőgazdaságot, tehát mindent, az ember életének minden aspektusát, és még azt is leírja valahol, hogy a COVID-19 kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy ezt a nagy átalakulást végrehajthassuk. Azt is leírja, hogy amit egyébként Milton Friedman mondott évtizedekkel azelőtt, ugye a nagy pénzügyi szakember, hogy soha nem szabad egy válságot hagyni következmények nélkül elpazarolni, mert a válság mindig alkalmat ad arra, hogy nagy társadalmi változásokat hozzunk létre. És ez történik. És ebbe a nagy átalakításba tartozik a tömegvándoroltatás, ugye a migráns helyzet, a WHO kép, ugye a világ egészségügyi intézet által képviselt és vezetett tulajdonképpen egészségügyi diktatúra kialakítása globálisan. Ide tartozik a teljes klímaválság és az ehhez kapcsolódó intézkedések, amikkel csökkenteni akarják az emberek mozgási lehetőségét, akár repülővel, akár autóval, hát ezt látjuk. Ja? Ide tartozik a mezőgazdaság gyökeres átalakítása. Ami tehát összefügg ezzel a klíma. Igen, mert ugye a magyarázat az, hogy a mezőgazdaság, és abból is főleg az állattenyésztés, a felelős, a káros széndioxid és nitrogén kibocsátásokért, tehát le kell csökkenteni, vagy meg kell szüntetni az állattenyésztést, ehelyett egyenek az emberek szintetikus élelmet, és a szintetikus élelmet előállító vállalatokban hatalmas részvénytulajdona van Bill Gatesnek és a többi milliárdosnak, akik érdekeltek ebben a folyamatban, és egyenek az emberek bogarakat. Az, tehát már úgy tudom, Magyarországon is van katona légygyár, ami hát remélem, hogy exportra termelés nem velünk akarja megetetni, de ilyen sok van már, és hát az Európai Élelmezési Hatóság azt hiszem tavaly jóvá hagyta, hogy bizonyos bogarakat vagy rovarokat lehessen élelemben. És nem muszáj feltüntetni, és ha jól tudom. Úgyhogy nagyon meg kell néznünk, hogy mit veszünk és hol veszünk, hogyha nem akarunk ilyesmit. Rovarfehérjét tartalmat nem kell feltüntetni. Igen, mert ugye a fehérje tartalom miatt ez majd tökéletesen kiváltja a húst. Tehát látjuk a teljes... és az, hogy tulajdonképpen milliárdosok felvásárolják a földet, a termőföldet. Hát ugye Bill Gates az egyik legnagyobb földtulajdonos már Amerikában, de nem ő van egyedül, és ezt mindenütt látjuk egyébként. A cél a kis- és középvállalkozások megnyírbálása, a számuknak a lecsökkentése, és nagy multinacionális vállalatok fogják uralni, reményeik szerint, a gazdasági teret. Mert ugye nagyon érdekes, a kis- és középvállalkozások, azok bizonyos fajta gazdasági önállóságot képviselnek. Ugye nálunk mit csináltak az elvtársak, amikor a szovjet csapatok elfoglalták Magyarországot ugye a második világháború végén? Mindenkitől elvették a kis vállalkozását, és itt nem csak a nagy gyárakról beszélünk, hanem a cipésztől, a kis cipész üzletét, ugye? És az lett osztályellenség, akinek volt egy pár holdja, az lett kulák, és úgy szintén osztályellenség, mert akinek ilyenfajta üzlete van, az bizonyos fajta gazdasági önállóságot jelent, választási lehetőséget jelent, és az azt jelenti, hogy nem lehet annyira kordában tartani sem a tevékenységét, sem a gondolatait. Ez egy nagyon régi terv, ez a tömegbevándoroltatás, és az, hogy Európát egységesíteni kell, méghozzá úgy, hogy egy ilyen vegyes lakosság alakuljon ki, vegyes lakosság, akkor nincsen nemzeti kohézió, akkor nincsen nemzeti ellenállás, hanem különböző etnikumú, vallású, mondjuk, egyszerűsítsük le, embercsoportok küszködnek egymással,
egy térségen belül, mondjuk egy egységes európai térségen belül, és akkor nagyon könnyű őket irányítani. Hiszen miért van ez az identitás politika, ugye, akár vallás, akár szexuális preferencia, akár etnikai hovatartozás mentén. Ezt szándékosan nézzék meg, hogy hogyan alakultak ki ezek a dolgok, ezek mind szándékosan történnek, szándékosan szított, úgynevezett identitásharcok, ugye minden csoport a saját identitásáért küzd, a többi ellen és a többi rovására. Az ilyen embereket nagyon könnyű egymásnak uszítani, és nagyon könnyű irányítani. És az, hogy Magyarországon, Lengyelországban és a többi közép-európai országban viszonylag homogén társadalmak vannak, ez nem jó, hiszen a nemzetállamot is meg akarjuk szüntetni, igaz? Hát elmondják, és most már nagyon régen mondják, a nemzetállam az egy gonosz dolog, a nemzetállamot meg kell szüntetni. Ahogy Peter Sutherland mondta, ugye multikulturális, multietnikus, multivallású, ha már vallás egyáltalán kell, országoknak kell létrejönnie, mert ezeket lehet jól irányítani. Hogyan illeszthető be ebbe a képbe a világegészségügyi szervezetnek bizonyos lépései? Ugye a WHO nemrégen fogadott el, de ebben majd kérem a segítségét, mert az az igazság, hogy magyar nyelven nem nagyon lehetett ezt a hírt megtalálni. Lehet, hogy többet tud ön róla, nem tudom, hogy az angol sajtó mennyire tárta fel. Igen. De hogy egy ilyen globális egészségügyi szerződés, vagy minek nevezzük hát ezt? Ugye, ezek a tárgyalások a világgazdasági WHO, ugye World Health Organization, világ egészségügyi szervezet, ő kulcs szerepet játszik ennek a nagy újraindításnak a létrehozásában. Ez egy kulcs intézmény. Méghozzá ugye hatalmas hátszelet kaptak a COVID-dal, amiben nem éppen dicsőséges szerepet játszottak, mert egyszer ezt mondták, egyszer azt mondták, teljesen tudománytalanul attól függően, hogy a napi politikai szelek merről fújtak, és hát magának a WHO vezetőjének sincsen különösebben jó hírneve a világban, már csak az etiópiai múltja miatt sem, ahol több kolera járvány fölött elnökölt, anélkül, hogy ezt bejelentette volna, vagy segített volna rajta. Ezt a sajtóból tudom nyilván. De ami ezt illeti, a WHO két nagy fába vágta a fejszéjét. Két rendelkezés csomagról van szó. Az egyik, ami már régen létezik, az International Health Regulations, ez a nemzetközi egészségügyi előírások. Ez már a 70-es években volt, ez az, ugye mint az ENSZ, a WHO is egy ilyen nagy nemzetközi szervezet, és 70-es évek óta azt hiszem létezik ez a szabálygyűjtemény, amit aztán 2005-ben felújítottak, és most újra fel akarják újítani, tehát új rendelkezéseket akarnak betenni, illetve régieket átírni, mind úgy, hogy az egy egységes, globalizált, úgynevezett egészségügyi rendszert hozzon létre, természetesen a WHO vezetése és elnöklete alatt. A másik, amin dolgoznak, az az úgynevezett járványügyi szerződés, ami egyenesen a COVID-hoz kapcsolódik, Pandemic Treaty, ugye a pandémia szerződés, amit a jövőben feltétlenül és mindenképpen bekövetkező nagy nemzetközi járványok kezelésére akarnak létrehozni. Ezt ők egy globális, teljesen egyforma szabványokat megállapító rendszernek szánják, ugye 100-valahány ország tagja, majdnem 200 a WHO-nak, azt akarják, hogy mindenki írja alá, és nincs időnk arra, hogy ez tárgyalás alatt van mind a kettő. Nagyon titkosan folynak a tárgyalások, tehát nagyon nehéz részleteket megszerezni, de ha az ember időnként előkeresi ezeket a vázlatokat, amik időnként megjelennek, akkor egészen elborzasztó dolgokat lehet találni benne. Csak a lényeget emelem ki, mert így több száz oldalról van szó. Tehát a járványokat egységesen kell kezelni. Teljesen egységesen, mindenhol ugyanazok a szabályok vonatkozzanak arra, hogy hogyan kell járványokat kezelni. Teljes globális hálózata van, ezek szerint, a tervek szerint a WHO-nak, minden országban jelen vannak, és ott adott esetben irányítják a helyi választ az egészségügyi eseményre. A digitális pénznek az a hatalmas előnye, hogy egyrészt követni lehet, ki mit hol, kivel
vesz, használ, stb., mire költi a pénzét, és programozható. Tehát beprogramozhatják úgy, hogy ha helytelen politikai nézetei vannak valakinek, akkor levesznek a számlájából. Vagy ha nem arra költi, amire kéne, akkor levesznek a számlájából. Vagy csak bizonyos dolgokra költheti, tehát mondjuk taxira nem, vagy repülőjegyre sem, vagy egy jó marha szeletre sem, igaz? Mert hiszen az árta az éghajlatnak. Nem klíma semleges. Nem klíma semleges, pontosan. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és ismét a teljes rabszolgasságnak az eszköze, és én döbbenten hallom, hogy itthon is próbálják ezt bevezetni, és megint az a kérdésem, hogy nem volt már nálunk elég diktatúra? És miért nem ébredünk már fel, emberek, hogy ezt nem kell elfogadnunk. Nem kell elfogadnunk. Nem kell. Ugye, amikor a szovjet csapatok itt voltak, akkor nem nagyon sok mindent lehetett csinálni, amint ezt 1956 ékesen bizonyította, mert hát mit lehetett csinálni. De azért most nem egészen ilyen a helyzet. Hát legalább meg kellene szólalni, hogy köszönjük szépen, nem akarunk digitális pénzt, köszönjük szépen, nem akarunk WHO diktatúrát, nem akarunk belépni ebbe, és semmiképpen sem akarunk EU-s migráns paktumot és kötelező migráns átvételt. Az, hogy mi bent vagyunk az EU-ban, hát ezt mindenki maga eldöntheti, hogy az ő életében ez jó vagy rossz. A politikai felépítmény, tehát a magyar politikai osztály többnyire EU-s tagság párti. És hát, hogy ők mit gondolnak erről, ezt tőlük kell megkérdezni, de hát ugye nyilvánvaló, hogy Magyarország egy mondjuk közepes nagyságú ország, sokan azt mondják, hogy kicsi, de mondjuk azt, hogy közepes, és hát a gazdasági szerkezet nem előnyös. Nem előnyös. Mert én ezt nagyon sokszor elmondtam, tehát elnézést kérek azoktól, akik már sokszor hallották tőlem, hogy egy olyan ország, ahol a mai napig külföldi kézben van a termelés, nem az egész, és már nem annyira, mint 10 éve, nagy része, annak nagyon rossz a gazdaság szerkezete. És az sérülékeny, az ki van téve. És hogyha az úgynevezett rendszerváltás után 30-valahány évvel a kisvállalkozási kamara, azt hiszem, elnöke úgy nyilatkozik tavaly októberben, hogy nem járulunk hozzá a minimálbérek emeléséhez, mert akár tetszik, akár nem, Magyarország versenyképességét még mindig az olcsóság adja, mármint a munkaerő olcsósága, akkor itt valami nagyon nagy baj van a gazdasággal. Most nyilvánvalóan olyan értelemben Magyarország nem lesz gazdaságilag önálló, mint az Egyesült Államok, ami egy kontinens, és hát nem élte végig azt a pár száz évet, amit itt mi most tudjuk, hogy mi történt, meg ugye az elvtársak létrehozta csodálatos szocializmust, tehát nyilvánvalóan egy gazdag, önellátó gazdasága van, ha bár most éppen mindent megtesznek azért, hogy tönkre tegyék. És milyen érdekes, hogy tönkre tenni valamit, az nagyon gyorsan megy. Na de hát mégis. Tehát ebben az értelemben Magyarország nyilván nem lehet önálló. De úgy, hogy a földje saját kezében van, hogy értékes, természetbarát, adottságoknak megfelelő, saját kézben levő mezőgazdasági tevékenységet folytat, és önellátásra törekszik élelemben, ugye? És ez alatt nem azt értem, hogy néhány nagybirtokosé legyen, hogy Kelet-Magyarország, meg Nyugat-Magyarország, és akkor néhány zsellér majd dolgozik ott a földeken, de hát most már amúgy is automatizálják ezeket a nagyfarm. Nem erre gondolok. Nem erre gondolok, hanem családi gazdaságokra gondolok, akik nyilván összefoghatnak a maguk területén, és össze is kell, mert bizonyos dolgokat egyszerűbb együtt csinálni, mint külön-külön. De ez magától kialakul, hogyha hagyják őket élni és érvényesülni. És megszüntetni például azt az elosztó rendszert, ami van, én nem láttam még olyan országot, ahol ennyi hiper meg szupermarket lenne, mint nálunk. Mindegyik külföldi. Mindegyik külföldi. Mondja, miért fejlődés az nekem, hogy bemegyek egy ilyen helyre, és most mondtam valamit, német joghurtot eszem, a Kárpát-medence közepén. Miért van az, hogy a Kárpát-medence közepén talán a legmagasabb az élelem infláció
Európában. Miért működik úgy az ellátólánc, ahogy működik? Miért vannak ezek központosítva? Miért van egy nagy nagybani piac, és akkor vidékről feljön valaki a pesti nagybani piacra, hogy ott vegye meg a zöldséget, és viszi vissza, mit tudom én, hány kilométerre. Nincs itt valami furcsaság? És most csak a tetejét kapargatjuk a dolognak, tehát ez egy sokkal mélyebb dolog. Hogy lehet az, hogy boldogan elnéztük, hogy 600 ezer ember elment külföldre, legalábbis ez az utolsó szám, amit én tudok dolgozni, ugye, amikor feloldották a munkavállalási tilalmat az EU-ban. És több ezer orvos van Németországban, Angliában állandóan találkozom ottani magyarokkal, akik ezt-azt-amazt csinálnak, elmennek. Elment 600 ezer ember, és akkor bejelenti a miniszter, hogy Magyarországnak 500 ezer emberre van szüksége, hogy ellássa a különböző gyárakban a szükséges dolgokat. Nincs itt valami furcsaság? Tehát ennyi idő alatt nem tudtunk olyan helyzetet teremteni, hogy azoknak a magyaroknak megérje hazajönni, és itthon teremteni valamit? És ezeket a kérdéseket fel kell tenni. És ezekre a kérdésekre az EU-s tagság nem, hogy nem ad választ, hanem ha valamit ad, éppen az ellenkezője.